A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok! Aki a múlt héten velem tartott, az nagyon jól tudja, hogy egy nem akármilyen nyomozásba kezdtem bele. Elkezdtem utána járni a különböző építészeti, művészettörténeti irányzatoknak, viszont egyetlen egy dologgal kapcsolatban nem nagyon kaptam információt, ami a leginkább érdekel engem. Ez pedig nem más, mint a mediterrán építészeti stílus. Mindent imádok, ami mediterrán, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Eszembe jutott, hogy van nekem egy építész ismerősöm, Tóth Zsolt, aki telefonon azt ígérte, hogy lesz egy kis ideje rám, és segít majd néhány kérdést megválaszolni. Nem voltam még az irodájában, úgyhogy remélem, hogy jó helyre jöttünk. És akkor most itt be is mutatnám a stábot, mert hogy ahogy látjátok, nem vagyok egyedül. Hello! Péter és Erika. Sziasztok. Nem késtünk, remélem. Jó, mert nem sikerült parkolóhelyet találni, de megoldottuk. Nem tudom, meddig érsz rá? Mert hogy nagyon sok kérdésem van, csak azért. Hát elkezdtem nézni így az interneten nagyon sok minden, de nem jutottam sokra. Lehetséges, hogy kevés információnk van még erről az építészeti stílusról? Én magamnak megfogalmazni elég nehezen tudom, hogy mit jelenthet ez, hogy mediterrán. Mert az rendben van, hogy jönnek hozzánk a megrendelők és mondják, hogy mediterrán házat szeretnénk, de ez általában még nem határozza meg azt, hogy mit akar. Hát én azt gondolom, hogy Magyarországon a mediterrán stílust azt inkább annak szokták nevezni, hogy hát van egy cserépfedés, egy ilyen hullámos cserépfedés az épületen, ami meg egy alacsony hajlászú tető, és valamiféle kőburkolat megjelenik még a házon, illetve hát azt gondolom, hogy a zsalugáter, vagy valamilyen árnyékolás az egy viszonylag fontos része. Köveket és építőanyagokra vagyok kíváncsi. Meg szeretném őket tapogatni. Jó. És ez ilyen tipikus mediterrán? Igazából az, hogy inkább az a tipikus a mediterrán, hogy egy ilyen falazott legyen. Tehát ne ragasztva legyen a hőszigetelésre, tehát nem egy ilyen, ezt is mondhatnánk annak, de ez már egy utánzat, ugye ezt egy ilyen vékony lapokba ragasztjuk föl. Ennek van súlya. Tehát ez még akár még fegyvernek is funkcionálhat. Nagyon szép, csillog az egész. Igen, az ezekre jellemző. Szerintem ez kevésbé mediterrán, tehát ilyen csillogósabbak azok. Ne kiválasztottam, amit csillog. Én úgy gondolom, hogy az kevésbé mediterrán, tehát inkább ezek a normál kő. Mattosabb jellegű. Az, ami én számomra inkább mediterránom, de hát ez mindenki egyéni. A mediterrán építészeti stílust mindenki azonnal felismeri, mégis olyan megfoghatatlannak tűnik a számomra. Nincsenek pontos szabályok rá. Egyszerűen az életérzés, a mediterrán környezeti hatások és a déli emberek ízlése alakította ki és formálta. A kis ablakok vagy a zsalugáterek, a vastag falak mind-mind a forróság elleni védekezést szolgálják. Ezek biztosítják a tökéletes és árnyékos siesta időket. A tipikus mediterrán utcák is talán azért lettek szűken, kacskaringosan kialakítva, hogy a napfény ide is csak módjával jusson be. De erre talán a déliek közvetlensége is rásegített, hiszen ezek a szűk utcák szó szerint közelebb hozzák az embereket. Ugyan nagyon sok információt megtudtam, de egyrészt nem eleget, másrésztről meg egyre több kérdésem lett. Úgyhogy én elkezdtem itt bogarászni az interneten, és utána nézni annak, hogy itt Magyarországon nálunk létezik-e olyan hely, városka, település, ahol lényegében a mediterrán építészet a jellemző, és képzeljétek el, hogy van, méghozzá nem messze, Balaton környékén van ez a hely, és én el is fogok ide látogatni a jövő héten. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.